Megnyílt a Kistelki Festőkör kiállítás a Kiskunfélegyházán. A megnyitón készült felvételeinket tekinthetik meg. Ismerősként üdvözlőhetek itt szinte mindenkit, mert találkoztunk már jó néhány alkalommal. Azt gondoltam, hogyha nem hangzik el, hogy milyen óriási demonstráció van itt most a hétvégén, művészeti demonstráció, akkor majd én elmondom, de nincs mit mondanom már róla, mert megelőzött a rendező. De hát hál' Istennek így nem felejtettek ki senki. Nagyon régi kapcsolatom van nekem a Kiskunfélegyházai művészvilággal, de konkrétan tudom, hogy melyik év, melyik hónapjában kezdődött. Ha nem csak az emlékem, akkor 1998-ban Szakó János festővész barátommal, aki munkatársam is volt, átjöttünk ide Kiskunfélegyházára megkeresni Jancsi barátom ismerősét, Hályas Sanyit. Fel is találtuk, ő most ott diszkréten elhúzódik épp a kanapén, és jól elbeszélgettünk itt ebben a 3-4 lépcsőn megközelíthető kiskocsmában. Biztos emlékszel erre, Sanyi, mint nem olyan régen volt. Igen. Nagyon jól éreztük magunkat, és attól fogva mi ide jártunk, volt mindkettőnknek kiállítása még a régi Holló Galériában, ami aztán később autós iskola lett, de biztos ilyen szerepkörben is nagyon jól funkcionál, de galériának sem volt rossz. És aztán néhány éve kezdtem érdeklődni, hogy mi van itt a Kiskunfélegyházai festők világával, mert tudomásomra jutott, hogy itt Hugo Lászlón elrendezett ragyogó képzőművész és iparművészkör működik, és akkor Gazsimmal, Csenki Tibivel összeülve kezdtünk szervezni kiállításokat. Voltatok már nálunk is kiállítani, mi is voltunk itt már sokszor, sőt én nagyon megtisztelve éreztem magam, amikor nem saját kiállításra, kiállítást is hívtatok, és ez tényleg nagy öröm volt nekem, mert úgy érzem mindig itt magam ebben a galériában, ebben a műteremben, mint hogyha otthon lennék. Tehát nagyjából ugyanilyen környezetben festjük a képeket otthon is, meg én magam is. És csak nincs ilyen rend ez a helyzetben. Viszont nagy öröm volt, amikor átosztam a képeket, akkor itt is egy bizonyos értelemben rendetlenség volt, és teljesen otthon éreztem magam. Na, ennyit a történetről. Az, hogy a festészet napja van-e vagy sem, a mi szempontunkban majdnem teljesen mindegy, mert tavasszal áthoztuk ide az általunk meghívott Szentendrei Festőtársaság a kiállítását, talán még emlékeztek. A Csenki Tibi protezsált minket ide is. Előtte nálunk vendégeskedtek jó pár hétig az anyagukkal, aztán pedig itt biztos visszakerült már ez az anyag, tehát nem láttam itt sehol. Aztán most megint itt vagyunk, most már szerintem harmadszor vagy negyedszer. És bár változunk, sajnos vannak, akik már a palettájukkal a felhőket festik fölülről. Igyekszem ilyen lírai kifejezéssel elmondani azt, hogy Majoros Laci barátunk, aki festőköri tag volt, és biztos emlékeztek rá, ő elment sajnos. Viszont jönnek újak egyre többen, és gimnazistákkal is dicsekedhetünk most már a festők társaságában. De aki nincs itt, arról elég ennyit beszélni, na nézzük, ki van itt. Vas Márta, aki ittől jobban van, és Márti már legalább 20 éve képzőművészkari tag, és szerintem itt is volt már neked képet. Nem volt még, na épp ideje, hogy ide került képet. Márta is, mint mindenki más a képzőművészkörben, egy kicsit elkortárs művészkedik, pedig itt mindannyian realista festők voltunk 20-25 vagy 30 évvel ezelőtt. Azt hozzátenném, hogy 1981-ben alakult ez a képzőművészkör, tehát nagyon régen, az alapítók közül én élek már csak. Hál' Istennek! Igen. És négyen már elmentek, öten alapítottuk ezt a képzőművészkört. Magyar Sanyi, Majoros Laci, aztán fontos Sanyi bácsi is elment már, Pintér József festőművész. És Víg-tól, akkor hatan voltunk, bocsánat, igen. Na, lépjünk tovább. Takó Marika, aki ott ül abban a
gyönyörű környezetben a saját képe alatt, a környékbeli erdők szerelmese, és egy kicsit absztrahál színekben és formákban is nagyon élvezi az erdőt festeni, és ha hisztek, ha nem, képes arra, hogy zúgó esőben, nagy hóesésben biciklivel jár az erdőbe és gyűjti az anyagot. De úgy tudom, hogy az egész erdőt írt már. Vannak olyanok, akik gyűjtenek mindenféle régi dolgokat. Marika fákat gyűjt. Szóval az én tölgyem az az én nyárfám, és így tovább, és ott épp azon a képen, ami alatt ül, épp a szürke nyár, de az szerintem egy hektár nyárfa, tehát az eléggé nagy terület. Nézzük tovább. Igen. Vas Ágnes. Hát az az igazság, hogy az akvarellnek nagymestere lett. Ő eredetileg ékszerkészítő ötvös, hát a közeli pálya szerintem. És ő is realista ábrázolásmódot csinált nagyon hosszú évekig, és egyszer csak megjelent, és kezdett ilyen képeket, mindjárt rámutatok, amik itt is láthatók, akvarell technikához illeszteni. Hát eléggé elvont hullámzások és elvont környezet, ami nekem rendkívül imponál, meg hát az, hogy együtt dolgozhatunk. Aztán Zsótér Anna néhány hónapja kiment Dániába, és ott álmatlanságban szenvedett, vagy nem igazából tudom. Tehát így lehet, mert végigfestette egyik alkalommal egy hétnek az összes éjszakáját, így szépen fokozatosan mutatta be, hogy hogyan megy föl a nap, és hogyan jön le Dániában. Én is jártam Dániában egy ilyen, úgy hívták, demokráciai kurzus, és a kollégium, ez egy népfőiskola volt, a kollégium ablakában ugyanezt láttam, és ott soha nem jött fel a nap valójában, és soha nem ment le a nap, ezt hívták ott fehér éjszakának. Tehát ha valaki ott álmatlan, akkor eltölt pár hónapot ébren, ez biztos. Az ötödik kép kint van a kirakatban ebből a sorozatból, ez talán 2-3 hete készült, tehát annyira friss ez a sorozat, hogy szinte még ragad. Az Anna dolgozik ilyenkor egy pszichiátriai otthonba, és ezért nincs velünk. Varga Anikó ilyen meseszerű képeket fest mostanában, pedig biztos vagyok, hogy a főiskolán nem ez volt a vizsga munkája, de nagyon érdekesen kitalálta, valaki közelebb megy, akkor akril festék és pasztelkréta, illetve pitkréta vegyes technikáját alkalmazza, és nagyon humoros megoldásokat, szinte emberarcú épületeket. A lyukasfái is nagyon bejönnek nekem, érdemes körbenézni ezeket a képeket is. Fodor Erni, akit 20 éve nem láttam, és megjelent egy pár hete a képzőmész körbe, hogy ő bizony festés, hogy vetnék rá egy-két pillantást, és ott szerényen meghúzódik épp most a kandallón mellett. Hát igazából nagyon elcsodálkoztam, mert őt fúvolistaként értékeltem, mint kollégát, és aztán kiderült, hogy ő ragyogó kortárs festő, és arcképeket fest híres emberekről, néhány tájképet és csendéletet is elkövetett már, de nagyon halad, nézem a rajzait, és biztatom mindig, hogy ebből bizony festészet lesz. Skótét Ilon, aki szintén saját képe alá helyezkedett, nem tud elszakadni, és az a jó, hogy pont oda ültél, mert amikor elhozta a képeit, ő csendéletfestő, ritkán tájképet is fest, de félelmetesen rajzol, olyan művészi pontossággal, precíziós képességgel oldja meg a beállításokat grafitceruzával, hogy tényleg leutánozhatatlan, és most egy olyan tájképet választott maga fölé, ami szerintem a hiperrealizmus csimboraszója. Ott meg lehet számolni a fák moháinak apró kis levelecskéit is. És az az óriási dolog, hogy én ezt múlt héten csütörtökön mondtam neked, és erre Márti elismételte ugyanazt, amit nem hallhatott. Tehát mi nagyon egy húron pendülünk. Hát aztán van ott még a kandalló mögötti falon Marikának, Takomarikának képe, amit szintén ajánlanék, és ugye nem hagytam ki senkit, csak Zsanit, igen, tényleg, de nem akartalak kihagyni, Zsani, csak olyan pikánsak a képeid, hogy utoljára maradt. Zsani
Kristófnak megvolt az az óriási szerencséje, hogy az Erasmus programmal Olaszországban mehetett aktot festeni, és én láttam ennél monumentálisabb aktokat is, ezt itthon készítette, ami nagyon pikánsá teszi, amit mondtam, hogy azon túl, hogy akt, hogy a festő, ha fest egy arcot, valahol mindig a saját arcát festi. Persze, hogyha télapot fest, akkor nem bizony nőfestő, akkor az nem ugyanaz. Hát ez nagy büszkeség végül is aktot festeni, mert az rendkívül ritkaság, hogy sikerül. Nekem például az ön arckép sem egy aktól meg végkét venni, úgy gondolom. Hát aztán én elmentem nyaralni a nyáron Lovránba, és gondoltam, hogy festek lovráni tájképeket. Aztán az a poéntot teszem, hogy mi lenne, hogyha ezek a látképek, tájképek a bóják lennének a tengeren. És megpróbáltam hozzáigazítani az időmet is, meg a hajlandóságomat is, és azért lettek ezek a tengerképek. Csak ilyen buta címeket adtam, hogy a bóják a hajóról, rögtön a bójákhoz érek egy karcsapás a bójáig, bóják a mólóról, bóják a partról. Meg tudtam jegyezni. Hát kérek mindenkit, hogy fogadjon minket nagy érdeklődéssel, mi nagy örömmel és nagy szeretettel hoztuk a képeket, és jó szórakozást kívánok mindenkinek a ma este folyamán. Pusztaszeri csillagösvényben éjszakai labirintusjárást tartottak, ahol töklámpásokat készítettek a labirintus túrához. Erről készült montásfilmünket tekinthetik meg.
Kip Kopp biztos kezdett gyerekház ruhabőrzét tartott. Erről készült montásfilmünket tekinthetik meg. We'll be right back.
Palástai falunapokon néptánc kavalkáddal készültek a kilátogatók számára. A következőkben az egyik néptánccsoport produkcióját tekinthetik meg.